Itt vagyunk az RTL Club Hagyjál főzni című műsorának szettjében. A második évad próba felvételeit pedig velünk kezdik, én instruálok, Dániel főz. Zsoltér Dani. De te miért vagy becézve, én meg nem? Egy töltött gombás, rizses egytál ételt tervezek főzni. Én pedig nem ismerem a processzt, úgyhogy nagyon mókás lesz, hogy hogyan is készül majd az el. Úgyhogy majd hagyjál főzni. Hagylak. Dani főzte, meg instruálod. Tehát te vagy az anya szerepben, te meg a gyerek. Csak itt. Ez általában is van. Fiam. Maci itt áll, a Bence itt áll, és a Dani ide áll. Dani, Maci, Maci, Dani. Most itt mindenkinek. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, köszöntjük Önöket nagyon sok szeretettel, ez itt a Hagyjál főzni, Maci és Dani. Ugye fordítva, macskákat szereted, vagy mi ez a felső? Ezt kaptam egy kollégámtól, miután... Szivatás? Vagy elbuktál valami fogadásra? Nem, szerintem egy iszonyat menő. Mondjuk így, hogy szoros a kapcsolatunk. Értem, szoros a kapcsolatunk. Sokkal rosszabb, mint hogy azt mondod volna, hogy barátok vagyunk. Jó, a heteroszexuális élettársa. Így a helyes. Ha jól tudom, akkor hoztatok recepteket magatokkal, mivel kiválasztottunk egyet. Felismered? Na, felismered? Gomba, és tényleg felismerte. Bors hiányzik, sajtot szerettem volna még hozni. Főzési idő a ti esetetekben. Mivel a 24.hu-tól vagytok? Nem áll. Nem áll. 24 perc. Nem szórakozol. Igen, jöttetek volna 168 órától, de kötényeket felvenni, az óra indul most. Elmondhatom, hogy mennyire lassan dolgozol, Dani? Lehetne, hogy kevésbé vagy komótos? Ebben valamit kéne tenni. Az ott a van, tedd arra. Jó. Majd elmossák a produkcióban. Elvágtak, ez nem kell ez a Jacques Costeau? Jacques Costeau. Wow, tényleg. Nem veszed fel, hogy elvágnak ezzel? Nem, furán néznék ki benne, és az nekem nagyon fontos. Te nagyon hiú vagy. Amikor nem forog a kamera, szoktuk erre arra használni. Ez nagyon-nagyon kényelmetlen. Elő kell sütni azt? Nem, marhára nem kéne, de nincs időnk. Nem gondoltam volna, hogy ennyire kapkodós lesz. 2 perc és jöhetsz be a konyhába. Jó? Aha. Hát a rizs nem fog elkészülni, van egy olyan gyanúm, mert hogy egy picit túl sok benne a víz. Valamint találj ki, hogy mit lehetne. Hozzak salátát? Aha. Na figyelj, 10 másodperccel mehetsz be a konyhába. Baszki, nincs saláta, Dani. De ott van, nem, az káposzta. Káposzta. Jó, és egyszer egy alapanyagot hozhatsz, azt tudod, az úgy van. Leteszed, vissza kell menni. Ú, ez tök jól néz ki. Azért megsosolod egy késsávillával? Hogy? Ú, megfogtad? Nem forró? De. Köret, igen, igen. Van még mindig répád, meg répád. Bazsalikon. Paprikád. Egy paprikád. Gyerekek, a rizs nem kéne beletenni? 8 percetek van már csak. Ó, tök jó, hogy mondod. Köszi, Bence. Jó, hogy itt vagy. Lesz. Meg kéne löskölni. Jó az. Oda fog égni. A cucc, amit beleraktál, az szerintem... És az is meg van pirítva. Oké, de megkóstoltad? Biztos, hogy nagyon jó. Ilyen szép is franciás adagokat tálalj meg, ilyen picit mindenből. Figyeljetek, fő ez a rizs? Itt mit főzöl, az miért megy folyamatosan? Semmi, teljesen jó, hogy rám szóltál. Ha most rosszat kapcsoltál le, vigyázz. Élvezitek egyébként itt a főzést most? Hát nagyon stresszes. Stresszes még? Még répát is teszel bele? Persze. Gazdagon. Ez most a köret lesz? Igen, de ezt a László találta ki. Szerintem még akár a rizs is el tud készülni. Kizártnak tartom. Hát nézzük meg. Ez nem fog elkészülni, ez a rizs. 3,5 percetek van. Tegyek még rá valamit? Ez jó kaja lesz, kis paprika. Egy-egy répát elhelyezek. Nem kell mindig flancolni. Gombát tényleg kihagyjátok? Tehát az nem, nem is mindjárt nem, hogy ez így. Nem rakjátok be kicsit a mikróba? Kicsit ráolvad a sajt. A rizs nem veszed ki gyorsan? Megnézem, hogy milyen. Még van 1,5 perc, még tedd vissza. Még hát az alatt történik valami. Így is nagyon tetszik. Én persze, ezt nagyon bízom. Figyelj, ez majdnem az a kaja, mint amit megígértetek. Az a töltött gomba, a rizssel. Egy kis kaliforniai paprika lett belőle. Jó lesz ez már? Legyen jó. Vigyázz a kezedre, papi. Egy perc, egy nyers gomba ide, egy nyers gomba oda. Én a tálalással elégedett vagyok, Dani. Mindig a külsőség a fontos. És vége! De kóstoltál bármit is? A sajt nagyon finom. Ez a tányér megy tehát akkor Pierre-nek, ugye? Amit most összefogdastál. Amit kicsit így egy pár új lenyomatot ráteszünk. Ilyen kaja nincs. Azt gondolom, hogy ezeket meg lehet valósítani sokkal több idő alatt. Jobban kellett volna irányítanom, hogy gyerünk, mozogál, csináljál. Egyáltalán nem voltunk összhangban. Én próbáltam mentegetni magamat, magunkat, téged is. Büszke vagyok magunkra. A bomba szerintem kurva jól lett. Felvételes csöndet kérek a stúdióba, elkezdjük a kóstolást. Én gondolom, hogy ez csak egy ízelítő, egy valamilyen ételből vagy egy, hogy mondjam, ez egy trélere egy ételnek. Egyébként ez egy nagyon szép vega étel lehet, ne. Szétpofáztam, de lehet, hogy baromi jó. Hát ebben most bele kell menjünk tudományosan ebbe a problémába. Brunoise-ra kellene vágni. Nyersen ide sarabolt kaliforniai paprikával kéne ennek valamilyen módon működnie, nem működik. De remélem, fiúk, hogy nem bántottatok meg, mert igazából a jó szándék beszél belőlem. Ha ezek után ezt az ételt helyjel közel így elkészítitek, akkor sokkal jobb lesz ennél az egészen biztos. Sokkal kellemetlenebb dolgokra számítottam, meg őszintén szóval arra, hogy egyáltalán nem fog kaját befejezni. És szerintem nekem nagyon tetszett az, amit mondott a Pierre. Töltött gomba, ez egy hős költemény. Szerintem ez inkább egy Robinson-el volt. Erkölcsi győztesek vagyunk, az minimum. Megint működött a csapatban való dolgozás, és együtt tudtuk elrontani a dolgot, ami számomra nagyon felemelő. Nagyon rossz amúgy. Jól áll ez a köntös? Jól áll. Kösz. Sokat jelent, hogy ezt hallhatom. Egyébként kötény, de és a macskás felsőd már nem tudta elrontani ez a köntösen.